Naphegyi Andreát, befogadó vállalkozót köszöntöm, ő a stúdió vendége. Szervusz! Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Mi változott itt? Milyen érzés visszaülni ide? 20 év telt el azóta. 20 év eltelt, hogy utoljára itt üldögéltem egy csütörtök délután, vagy egy szombat reggel, és köszöntöttem a nézőket, hogy jó napot kívánok, kedves nézőink, jó reggelt kívánok, kedves nézőink. És most is ugyanaz az ajtó, ugyanaz a pad, hát igen, a bútor, ugyanaz a lépcső, az nem nagyon a bútor, változott. Nem változott, de hogy így körbenézek a stúdióban, változott. Tehát, hogyha a kamerákat nézem, akkor ezek már nem VHS, vagy nem VHS-ek, már azért kamerák, a technológiánk egy cseppet. Igen, és van egy kis háttér, tehát a mi időnkben csak egy fekete háttérünk volt, és valamit kivetítettünk rá, úgyhogy... Az újdonságok mellett vannak azért, amint mondod, vannak olyan dolgok, amik a régiek, ilyen például tényleg ezek a nagy vastag ajtók, ami minden ilyen kommunista épületben megtalálható, épp csak, hogy a miénk nem ilyen műbőrrel bevont. Tehát vannak itt emberek is, akik épp az előbb Rostás Péter Istvánnal találkoztál a folyosón, és láttam a szemetekben mind a kettőtöknek, meg sem ismert, hogy ugye az a nosztalgia a régmúlt időknek emlékére. Nos, hát te elég rég elkerültél ugye Hollandiában. Egy nagyon picit ennek a történetéről, hogy miért is, hogyan zajlott ez le, hogy te most Hollandiában tevékenykedsz, befogadó vállalkozónként. Aztán kitérünk arra is, hogy ez pontosan mit jelent. Mit jelent? De még előtte visszatérnék a kolozsvári tévére, hogyha arra lehetőségem van, mert kérdezted, hogy milyen érzés itt lenni. És ugye találkoztam a folyosón néhány kollégával, és itt a stúdió technikai részlegén is. És persze minden eszembe jutott, hogy annak idején Eszig József hívott fel egy nyári délután, hogy kedvel menne bejönni a stúdióba, mert egy szavaló estén látott a Báthoriban. És minden fiatal tévés munkatárs pályája Eszig Józsefnél kezdődött. Igen, ebben már az előbb egyetértettünk a folyosón, hogy ugyanaz a történet. Ugyanaz a történet. És mai napig is mesélem a holland barátoknak, ismerősöknek, hogy milyen volt annak idején itt dolgozni a közszolgálati tévénél. És amint említettem, ugye VHS kamerákkal ment a filmezés, és VHS kazettákkal dolgoztunk. És abszolút családias hangulat volt. Tehát volt egy 6 négyzetméteres irodánk, a teljes szerkesztőség ott dolgozott, és Eszig Józsefnél otthon vágtuk az anyagokat, vagy Bencédi Józseffel itt a stúdióban. Más volt akkor a vágás is, gondolom, illetve itt igen. Láthatják a nézők is, a háttérben plazma tévé van, hogyha valamit meg akarunk mutatni, amiről beszélünk, akkor megy. Ugye számítógéppel dolgozunk, nyilván, tehát 2018 van, nyomtató, stb. Mi volt más abban az időben? De az volt az egy édes történet, hogy ugye számítógép nem volt, de még írógépünk sem volt, úgyhogy... Még írógép sem? Nem, tehát kézzel írtam az összekötő szövegemet, hogy az anyagokat úgymond bevezessem, és ha kis segítségre volt szükségem, akkor átmentem a rádióstúdióba, és ott szépen írógépen följegyezték nekem, és persze inkább megtanultam a szöveget, mert sugógép nem volt. Egy kicsit kérlek a hajadat, told hátra, mert azt mondják a kollégák, hogy hozzáér a mikrofonhoz, és... Igen, ez... Így most kellemesebb? Most már jobb. Most már jobb. És megtanultam a szövegemet kívülről, igen, mert kamerába szerettem volna nézni, és nem a papírt lesni, de most ugye könnyű egy súgógépet magammal hozni, hogy minden gondolatomat itt fel tudjam idézni. Milyen volt, a kollégákról mesélj egy kicsit, én nagyon, nagyon sokat nem kaptam el közülük, hát nyilván vannak olyanok, akik a nagy öregek közül, akiket... Hát nem találkoztam velük, de ismertem őket személyesen. Ugye Esziget megbeszéltük, hogy ő volt mindenkinek valahol az elindítója, ilyen vagy olyan módon a pályán, de hát aztán ezt a tudást, vagy nem tudom, ezt kellett tovább locsolni és gondozni. Igen. Ami még vidám történet volt, Halmágyi Erikával együtt dolgozni, és barátnők voltunk, és sokszor a bemondást is szombat reggel viccesre fogtuk. Behívtunk még két színészt a stúdióba, hogy ők bemondót játszanak. Úgyhogy, nem is egy rossz ötlet egyébként a jövő műsorácsaira
nézve. Kikkel dolgoztál együtt? Kikre emlékszel a, nem tudom, a régi csapatból? Főszerkesztők? Kik voltak azok, akik tanítottak igazából téged itt? Tehát Csép Sándorra emlékszem szeretettel. Sajnos már nincs köztünk, de mozgató ereje, lelke volt a stúdiónak. Sajnos nagyon sokan a kollégák közül már nincsenek közöttünk. Kostyák Alpár, Bardot Sándor nincsenek már köztünk, de rájuk is ugyanúgy szeretettel emlékszem, és spontán kellemes hangulatra, és az volt az érzésem, hogy minden a bizalmon alapult. Tehát megbíztunk egymásban, hogy az aktuális témát választod, Bence József operatőrrel szinte minden héten rohantunk egyet az utcán, hogy körkérdést készítsünk. Imádta. Igen. Bence az, aki ugye első ránézés azt mondja, hogy tőle kell megkérdezni, és tényleg tőle kell megkérdezni, hogy válaszol is, és még pont magyar is. Igen. Ehhez valami tehetsége van egyébként. Igen, tehát ezt mindig egyszer együtt találtuk ki, hogy őt kérdezzük meg? Magyar? Igen. Szerintem biztos. Magyar? Biztos, úgyhogy válaszolni fog. És minden héten kirohagáltuk magunk, és mindenki bízott abban, hogy jó témát választunk, hogy jó embereket kérdezünk, illetve hogy rátalálunk azokra, akik válaszolni tudnak. Úgy vágjuk össze az anyagot, hogy releváns legyen, és a fordítók lehető legjobban fordítanak. Milyen volt a hangulat akkor itt? Tehát sokat mesélnek kollégák, és nagyon irigy vagyok, és néha bosszant is már, mert ő mindenki azt mondja, hogy milyen családias hangulat, milyen baráti légkör, hát nem, mintha most nem az lenne, csak hogy úgy nem tudom, úgy érzem, hogy még inkább az volt. Igen, tőlem is pont ezt hallod, anélkül, hogy kérdezted volna, hogy teljesen laza volt, hogy úgy jöttünk be, úgymond az irodába, a stúdióba, mintha baráti társaságba jönnénk. Közben egyetemet is végeztem, újságíró egyetemet, és a kettő nem zárta ki egymást. És aztán eljutottál Hollandiába. Igen. A szőke herceg onnan érkezett, és amint fogalmaztál te, hát nem lovon, hanem repülőgépen, és elvitt téged is magával. Igen, én már 13 éve, hogy a diszkrimináció ellenes tanácsnál dolgoztam Bukarestben, akkor volt a tanácsnak a Holland Igazságügyi Minisztériummal egy EU-s projektje, és annak a projektnek a vezetőjeként dolgoztam, és különböző szakértők érkeztek minisztériumoktól Hollandiából, és szociális, gazdasági témakörtől kezdve kommunikációig mindenben próbálták felkészíteni a tanácsot, tovább képezni őket, hogy úgymond hatékonyan és jól végezzék a munkájukat. És hát a kommunikációs szakértő is érkezett, akivel diszkrimináció ellenes kampányt is folytattunk. És a projekt lejártából... Igen, Brüsszelbe kerültél. Igen, Brüsszelbe kerültem, ott Konyalma Sándor parlamenti képviselő asszisztenseként dolgoztam, és amint említettem, egyszerre két országba kivándorolni nem egy könnyű történet, tehát ez 2007 nyarán volt, amikor el kellett döntenem, jó, maradok-e Brüsszelben, vagy úgy döntök, hogy Utrechtbe megyek, és mindent előről kezdek, ami a szakmai életet illeti. Sőt, mínusz 10-ről is kezdhetem, mert először meg kell tanulnom a holland nyelvet. És persze az volt az elképzelésem, hogy Hollandia nyitott társadalom, ha az angolt beszéled, úgymond meg vagy élve, de tévedtem. Rá kellett jönnöm, hogyha a holland nyelvet nem beszéled, akkor holland kifejezéssel élve mászhatsz a fára. És ezért az első másfél év azzal telt, hogy Utrecht romantikus központjában, a csatorna mentén, a könyvtárban üldögéltem naponta 6-7 órát, és egymagamban szépen tanultam a holland nyelvet, és másfél év után már a holland nyelv volt a munkanyelvem. Nos, befogadó vállalkozó vagy, illetve diagnózisgyűjtőnek is mondod, nevezed magad. Mik ezek? Ugye a befogadó vállalkozó, sejtjük abból, hogy több mint 10 éve már együtt élsz egy betegséggel, ami korlátoz a mozgásodban, hogy talán olyan, ez feltételezi azt, hogy olyan vállalkozás, ami integrált igazából. Igen. Mindenki számára. De mi az, hogy diagnózisgyűjtő? Diagnózis akkor gyűjtő. Talán. Ezzel a címmel indítottam a rólam szóló történetet. Van egy honlap, hoyutrecht.nl, azt jelenti, hogy sziautrecht.nl, és olyan történeteket gyűjtenek be, amelyek valamilyen úgynevezett
táskával, vagy nehéz szatyorral járó emberekről szólnak. Tehát valamivel együtt kell élned, ami nem a mindennapokhoz tartozik hozzá, tehát magaddal kell vinned, ott van a szatyrod. Igen, az úgynevezett kereszt vagy szatyor. Az úgynevezett kereszt vagy szatyor, aminek nevezed, és tudták, hogy újságíró vagyok, úgyhogy rám nem kellett újságírót meneszteni, hogy megírja a történetemet, hanem engem kértek meg, hogy most már legyek szíves, kértek egy fél éven keresztül, hogy most már legyek szíves, írjam meg a történetemet, mert annyiféle úgynevezett projektben benne vagyok, és mindenhol ismernek most már a városban, úgyhogy írjam meg szépen, hogy mi történt, és hozzátartozik a felfogásomhoz, hogy mindenbe be kell vinni egy kis humort. Ha humorérzéked elhagyod, akkor, mennyire tökéletesen egyetértek. Akkor elfelejtheted azt, hogy valaha is jókedvűen ébredjél, és ezért lett a címe Diagnózis Gyűjtő, mert 8 éven keresztül úgymond gyűjtöttem a diagnózisokat, hogy egyszer epilepszia, aztán cukorbetegség, akkor azt is ránfogták, hogy pánikrohamom van, hogy mindenfélét, amit el lehet képzelni. Végül 8 év elteltével a gyerekkori barátnőm, aki most is barátnőm, ő derítette ki, hogy mi is az a diagnózis, ami találó, és ez egy ritka immunrendszeri betegség, egy az egymillióból, ahogy fogalmaztam a történetemben, mindig is ritka madár voltam, úgyhogy... Egy különleges személyiség. Igen, különleges személyiség, úgyhogy a ritka jó betegséget is begyűjtöttem. Meg volt a diagnózis, magyarul feszült ember szindróma. Ez is ösztönzött téged, hogy azzal foglalkozz, amit ugye láttunk egy kis filmet, és a háttérben most is megy. Röviden erről a filmről, hogy ezt mivel kapcsolatban készítetted. Ugye azt megszoktuk már, hogy általában jön valaki nyugatról, és akkor megmondja nekünk, hogy mennyire le vagyunk maradva. És a te esetedben pedig az történik, hogy elmentél Hollandiába, talán a mozgássérülteknek a paradicsomába, a gyerekeknek a paradicsomába, vagy hasonló területeket még említhetnék, ahol Hollandia nagyon is világvezető, és elmentél oda, és azt mondod, hogy itt vagyok ebben a csodálatos Maxima parkban, a királynéről elnevezett parkban, és nem használható mozgáskorlátozott gyerekek számára. Hihetetlen. Az, és persze relativizálni is lehet, tehát ugye, hogy... Igen, mert ezzel összehasonlítva a Romániával, gondolom, nem állnak rosszul. Nem állnak rosszul, ugyanakkor szükség van annak a tudatosítására, hogy továbbra is szükség van a hozzáférhetőség, átjárhatóság jobbítására. Tehát azt veszem észre, hogy a tudatosítási folyamat még hiányzik. Tehát magától értetődő az, ami már megvan, ami adott, és az emberek többsége nincs tudatában annak, hogy mire lenne még szükség. Tehát létrehoznak egy ilyen parkot, amelyet a gyerekek mond élvezni tudnak, de hogyha mozgás korlátozott gyerekek arra járnának, nem tudják élvezni a parkot. Nem tudják igénybe venni. Mondtad, hogy ugye meg kellett tanuljál hollandul, nekem ez egyik kedvenc nyelvem egyébként, és hollandia is a kedvenc nyelvem, de azért nem fogom hollandul kiolvasni ezeket, itt ugye a filmednek van egy leírása is, és Hát ennek még az a története ennek a filmnek, hogy erre lehet szavazni. Igen. És Erdélyből is lehet szavazni. Erdélyből is lehet szavazni, szeptember 9-ig lehet szavazni. Megjelent a honlap címe is, úgyhogy a nézőink, akik ott ki tudják betűzni, egyébként Gauden igazából, Vénusz van, vagyis van Milo. Van Milo. Gauden, Vénusz van Milo. Nagyon jó. Pont ennel. Igen. És a Gauden, Vénusz van Milon naphegyére kell rákeresni, és más naphegyi nincs a 100 jelölt között, úgyhogy rám kell keresni, és ott rá lehet szépen klikkelni, és STEMEN azt jelenti, hogy szavazni. Hogy szavazni, STEMEN. Nos, hát ugye az MSP, a Minority Safe Pack alkalmával már egyszer megmutatta Erdély a Európának, ugye, hogy bizony tudnak itt összefogni, és tudnak szavazni, vagy aláírásokat gyűjteni. Reméljük, hogy ezúttal is így lesz, hogyha Andreára akarnak szavazni, nézzék meg a filmét, ott van ugye ezen a Gauden, Vénusz van Milo. Ennél honlapon megtalálják Naphegyi Andreát. Andrea, köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és válaszoltál a kérdésemre, beszélgetettünk együtt, és hát neked további jó nosztalgiázást meg itt a folyosón, mert fogadni merek, hogy amikor kimész innen, még nem mész haza. Nem, köszönöm. Köszönöm, hogy befáradtál.